Harangozó Tamás a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szereti a focit? Jaj, kampány van. Ne kérdezzem, hogy őszintén válaszolnom kell, akkor nem lesz sok rajongom. Nem foglalkozom konkrétan a fotballal. Most muszáj lesz. Mit tud a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiáról, annak működéséről, mennyire vannak bajba, mekkora az odajáró hallgatóknak a létszáma, mekkora ígéretek vannak a Székelyföldi Akadémián, sok fiatal tehetséges gyerek, feltételezem, a román államtól kapnak-e pénzt, ha nem, akkor miért nem, miért kell segíteni, mert biztos kell 600 millió forintot és rendkívüli gyorsasággal. Igen, ketté szedném mindenképp a sztorit, mert egyrészt szerintem érdemes megnézni nem Magyarországról, hogy a magyar költségvetés tartalékából mire költünk, és mire költött a kormány. Szeretném mondani, hogy ez a kormány ezen döntéseivel hát elég sok mindenre költött, szerintem érdemes majd ezen végigmenni, egy-két dologban biztos. A másik meg, hogy nézzük meg, hogy Csíkszeredán mi újság van. Persze nem tudom, hogy a román állam mivel támogatja. Én annyit tudtam meg, hogy miután sokat járunk Erdélyben, nekem van egy nagyon kedves szeredai barátom, Zalán. Én fölhívtam Zalán, megkérdeztem tőle, hogy ő erről az ügyről ott helyben, bár régen volt ott, mit tud. Ő nagyon egyszerűen fogalmazta meg nekem a maga őszintességével, hogy egyébként szokták, mondta nekem, hogy figyelj csak, onnan tudod, hogy székely vagy, hogy három sportot szeretsz, a hokit. Ez a fiatal ember velem egyidős egyébként, és azért mondom el, mert szerintem akik ott élnek, meg akik ismerik a környéket, pontosan tudják, miről van szó. Szóval azért ott a környéken a jégkorong, az a sport. És mondjuk ez ugye nem zárja ki, hogy legyen egy székelyföldi labdarúgó akadémia, biztos, hogy van semmit is. Semmit nem zár ki. Sőt, az sem, hogy sok utánpótlást legyen, semmi más nem zár ki. De például azt is támogathattuk volna elmondani, a sok utánpótlást. Én csak azt szerettem volna elmondani, ha már akarnánk valahol segíteni, valószínűleg a helyieket megkérdeznek, erre szeretnék kiukadni, hogy már Orbán Viktor itthon sem nagyon érdekli, hogy bizonyos összegeket mire költsünk el, hiszen a futballra, mint saját maga által is bevallott módon a kedvenc szórakozására ugye 100 milliárdokat költünk el, de ott sem nagyon érdekli, hiszen annyit mondott még nekem a barátom, hogy úgy tudja, hogy valami, amennyire ő ismeri, hogy valami iskola udvaron, vagy az iskolához kötődően egy lelátót építettek, és akkor most ott van ez a futball dolog, de náluk nem egy iskola megy. Udvaron? Ezt mondta ő, szeretném mondani, hogy nem objektív tájékoztatás forrás, ő ennyit tud. Felcsúton nagyobb beruházások történtek már, mert hogy annyit lehet a magyar közlönyből, meg az előzményekből itten kisilabizálni, de inkább az előzményekből, hogy a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiának az első határon túli partner együttese a Csíkszeredai Futballklub, és akkor tavaly szeptemberben lettek ők a partner egyesület, és akkor ők fogják össze a székelyföldi focistákat ezzel a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia névvel. De akkor annyit tudunk egy erdélyi ismerős révén, hogy állítólag ez egy iskolaudvar. Én ezt hallottam, igen. De szerintem... Hogy most ön ezt hallotta, az a baj, hogy én még ennyit se hallottam, igen. Pedig engem is érdekelne, hogy az ön, az én, az önök igen. Pénzéből 100 milliót most mire költünk. Ha kell, hogyha nagyon kell és nagyon érdemes, akkor persze, hogyha sok utánpótlás érdemli meg, és valami brilliáns tehetségek vannak, akár Magyarországon, akár Székelyföldön, és mi megtehetjük, akkor segítsük őket. Csak erre, hát erre így ez olyan erre fura. Erre szeretnék kifejezetten rámutatni és kiukadni. Egy, tehát ha tudjuk, hogy ott, és azt tudjuk, már aki legalábbis Csíkszeredáról hallott már életében, hogy ott van egy olyan sportág, ami tényleg az egész várost és az egész környéket megmozgatja, és csak mondanám, hogy az egész Székelyföldet. Az egész Székelyföldet is szó szerint egyébként, és mondjuk egy Csíkszereda Bukarest rangadó, azért az ott egy komoly esemény, maradjunk ennyiben. Annak az utánpótlását kívánná támogatni. Csak arra akarok kiukadni, hogy nem megy ez. Tehát, hogy lehet, hogy ezzel azt gondolták szerintem, hogy bizonyos választások kampányban szavatokat vagy népszerűséget lehet növelni. Én szeretném akkor innen is üzenni, hogyha egy picit körülnéznek, akkor találtak volna olyat, ami a helyieknek is fontos, de tegyük ezt zárójelbe. Azért, mert... a helyieknek, meg az egész országnak egy idő után aztán ez fontos lehet. Tehát ha most mondjuk a magyar kormány megtámogatja a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiát és annak működését, és ott remek... és tényleg olyan jó lábú focista fiúkat edzenek és képeznek ki, ők feltételezem
ha Székelyföld, ha nem Székelyföld, akkor is mondjuk a román nemzeti válogatottba kerülnek majd, aztán egy pár év múlva atommá vernek minket, már mint hogy a magyar nemzeti válogatottat. Szóval még van egy ilyen pikantériája is a dolognak, de hát ez már jövő zenéje. De inkább egy másik elég szomorú dologra szeretném felhívni a figyelmet, mert kigyűjtettük ezeket a kormány döntéseket. 100 millió forint megy ugye. Ezeket a rendkívüli költségvetés tartalékából. Most azt hagyjuk, hogy 200 millió forint megy a miniszterelnökség dologi kiadásainak megemelésére. Hát értjük, drága a kampány, tehát én ezt értem. 200 millió, az is most így a napokban? Igen, igen. 500 millió a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalá költségvetésének emelésére. Nyilvánvalóan. Hát az emlékezet fontos. Igen. És ezek szerint drága. Egyébként teszem, hogy azért volt rá szükség, mert amikor ezt a Nemzeti Emlékezet Bizottságot szintén a szokásos fideszes módon egyik pillanatról a másikra a parlamentben néhány nap alatt átolták, elfelejtették neki a költségvetését, a költségvetési törvénybe beleírni. Nincs de, neki. Hát akkor azért, akkor ez jogos, akkor mi van még? Úgy jogos, persze, de... Mi igen. van még? Egyre szeretném felhívni a figyelmet, és ezt felolvasom szó szerint. A Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére álló lajtos kocsikkal gondoskodjon az ivóvíz ellátásról azokon a településeken, ahol egyéb megoldás nem valósult meg, 150 millió forint. És nem szeretném túlfeszíteni, de és tényleg próbáltam empatikusan elmondani, hogy egyébként Csíkszeredára, ha küldünk pénzt, akkor szerintem oda kéne küldeni, ahova fontos. Na de kérem, amikor a 21. században lajtos a központi kocsi? Költségvetés tartalékából lajtos kocsira kell költenünk Magyarországon, és én múlt héten lent voltam, mert meghívtak, megtiszteltek az ottani emberek, és Hajdúszoboszlón és Püspökladányban tartottam fórumot, ahol ettől az ügytől még függetlenül odajöttek az emberek, és mesélték, hogy minden reggel Debrecenben megtöltik a honvédség. Egyébként 100 liter per 100 kilométer fogyasztó hatalmas teherautóját, ivóvízzel, és több olyan településük van, ott élnek ezek az emberek, ahol nincs más, mint hogy kijön ez a lajtos kocsi, és reggel a jó nép kimehet a 21. század közepén, és ez már hónapok óta, sőt, most már lassan évek óta így megy. És utána néztem, ez a 150 millió forint, ez csak a negyedéves költsége annak. Gondolom, hogy tankolgassák ezeket a honvédségi autókat. És akkor mi 180 milliárdért stadiont építünk. Igen, ezt akarom mondani. Hogy egyébként Debrecenben nem tudom, hanyadik stadion felújítás, meg nem tudom, hogy mi lesz még. Közben onnan néhány kilométerre komplett települések élnek úgy, mint amiről, hát nem akarok erősen fogalmazni, amiről szeretném, ha mi gyerekeink is már tényleg csak könyvből találkozhatnának, de egyelőre ez a valóság itt Magyarországon. És ha ezeket hasonlítjuk össze, nem akarok demagóg lenni, és nem hoztam megint a gyermek étkeztetést, vagy olyan kórházi ügyeket, amikkel itt most azért elő tudnék állni. Azért hoztam ezt, mert ez ugyanebben arról a kormánydöntésben. Ugyanebben a kormánydöntésben, csak hogy összehasonlíthassuk, hogy mi van itt ebben az országban. Juhok, földek, lajtos kocsi, foci. Ez volt az adás első fele. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.